Az micsoda? T-Max? LMP3? S3? Az mi? Mi az az S3? LMP3-as kocsiról nem is hallottam eddig még talán, vagy nem is tudom, hogy hogyan van ez. Most komolyan. LMP2-ről tudtam eddig. Ja, hogy season, a következő seasonben jönnek az LMP3 kocsik? Hoppá, Rézi néni! Ja, jön az eső is. Óriási, az nagyon jó. Az mi? Újabb fogorvos autó a GT4 mellé? Fogorvos? Mi a, miért fogorvos? Eső az nagyon vad. Igen. Az baromian. Beszélgettünk a tegnapi meccsről, aztán onnan elindultunk minden irányba. Aranylabda és a többi. Régen okoskodtam fociról. Kor lesz a verseny, ezt ne felejtsük el. 15. Jó mondom? Jó mondom. Az LMP3-at nem a legprofi versenyzők vezetik valóságban, hanem azok, akinek sok pénzük van. Tényleg? Úristen! Akkor én oda nem megyek. Köszönöm a meghívást. Na nézd oda. Na jó hangzik ez egyébként, Tomi. Menő. Na mondjuk én ezt az országot nem cserélném el semmi másért, az biztos kurva élet. Tesz. Gyerekek, 24 fokos pályán azért megyünk ám, mint a rakéta.
sikerült megoldani Lion, igen, tegnap már egész jó volt minden. Hát jó az is, kvízi, ne viccel. Az alas. Nagyon farmolom a safety ratinget? Ja igen, safety, jaj, hát igen. Igen. Nem, itt nem lehet elhagyni a pályát. De ha elhagyod, akkor az fal. Tehát ott törsz. Kérül az autó. És hát nyilván ugye van egy ilyen, hát egy ilyen, egy olyan egy erős visszatartó erő jellemben. Ami arra készített, hogy hát azért úgy csúroljam a falat, ami ugye 0x. Mekkora egy bunkó gyerek. Ez nem zavartatja magát, te? Szerinted ő tudja, hogy én itt vagyok mögötte, kurvára? Hát még itt az előbb melegíti a gumikat. Szerinted ő gyors körön van? Azt a de idióta gyerek! Jézusom! Hát hogy ez most így... Komolyan amúgy érdekel, hogy ő mit gondol. Tehát milyen iratlan szabályok vannak ilyenkor? Hátulról jövök és akkor úgy van, hogy oldjam meg. Hát hogy ő nem áll félre és kész. Most meg utolért a másik srác. Baszki. És kijött a boxba ez a rohadt bunkó paraszt. Ki hát? Tudálok szerencsétlen csomag.
Ő melyik szerveren lehet, vajon várjál? Divízió 1, az azt jelenti, hogy akkor ő velem megegyező szerveren van, ugye? Hogy hol van ő? Nem, én a Divízió 3-ba vagyok. Mi van? Most akkor, hogy mi? Én hogy vagyok a 3-asban, mikor az 1-esbe ír? Vagy... Basszus! Ez meg már én vagyok. Nem á. Ő itt van esetleg? Ajjaj. Ő esetleg? Ajjaj. Div az más. Ja, várjál, itt írja oldalt. Ez a GRP. És akkor ő a 8-asban van. A 8-asban, ha átmegyek, akkor... meg tudom nézni a srácok a köreit? Nagy lószar tudom. Eddig most átjöttem a 8-asba én is. Ja, ha csak fent volt. Ja, igen, nem voltam akkor itt fönt, amikor nyomta a körét. Ajjajjaj. Ja, oké, köszi. Itt a GRP-t kell figyelni. Azt nem vettem észre. Még az orrom előtt volt. Ödös élet. Ja, óriásit hibáztam. Óriásit. Nem mersz kormányt venni, mert már így is bajban vagy otthon. Mert miért? A pénzügyminiszter jeleztetán nem tett szépsét. Ez az. A pénzügyminiszter. Jaj. Ki ez a fickó, aki itt megy? A srác a boxban ül amúgy. Ilyen 28-0-át azért lehetne jönni most már. Jó, mindegy, nyomjuk. Van még egy, hát egy kettő gyors körünk lehet körülbelül. A Division viszont egyfajta bajnokság amúgy. Minden vers után kapsz pontokat, champ points, és a végén lehetsz bajnok a saját divíziódba. Az iRatinged alapján tesz be a divíziókba. Hát mik vannak? Nagyon komoly. Első után megnézhetjük, hogy hogy állok. Jó, hát a Soul Silly akkor szívesen. Én kíváncsi vagyok. És az miért jó amúgy, hogyha mondjuk a divíziómban jó helyezést érek el? Valami plusz kapok érte?
Na jó van, tényleg ennyi? Gyönyörű. Hú, de megéri. Megéri rá, megéri időt szállni rá. Köszönöm. Amúgy sem értelme. Ja, jó! Tök jó! Nem baj, azért megnézzük. Minél erősebb sprintbe mész, annál több pont jön. Aha. Szia, Dave. Hát rajta vagyok. Egyelőre csak melegítek. Gumit. Gumit melegítek. Nézzük, második gyors körnél is. Itt a szenvedés. Még a pálya is melegedett közben. A 26 foknál vagyunk. Próbálom tesztelgetni fokozatokat, hogy mi merre hány méter. Hát úgy imbolyog az autó hátulja olykor, hogy megőrülök. Ha-ha-ha-ha! Ez a baj, egy ekkora kontaktól tényleg súroltam a falat, és már elveszi a gyors köd, ugye? Hát itt ezzel a gond.
Bazd meg, lekéstem a versenyt. Lekéstem a versenyt. A rohadt mocskos kurva istálóját azt. De bazd meg, miért ilyen szar ez? És akkor várjál, ilyenkor betok még csak, lehet, hogy be tudok még menni, gyorsan-gyorsan kifele. Várjál, be tudok még menni! Meg biztos, hogy be tudok menni! Join! Ott a join! Jövök! Várjatok! Jövök! Hú! Kurva életbe! Micsoda izgalmak már a verseny előtt! Zseniális, gyerekek! Gondoltátok volna? Gondoltátok volna? Na ugye, hogy ugye? Ugye? Beugrattalak benneteket most a csőbe? Átlettetek verve, mint szart a palánkon? Bizony. Júj, de megettétek. Ajajajajaj. Berobbanunk itt a végén, aztán hoppá, pole position. Esetleg ilyenkor nem segít, ha egy ébresztőt vagy időzítőt beállítasz? Jogos, amit mondasz. De segítene amúgy biztosan. Alapvetően mindig fél órával a verseny megkezdése előtt lehet beregisztrálni a versenyszerverre, és akkor ugye automatikusan mindig szólni szokott. Tehát ez nagyon ritkán van, hogy először megyek a szerverre, mert mindig az utolsó, tehát az utolsó 30 percen nyílik meg a regisztrálás a versenyre. Sajnos. És ilyenkor van gond, amikor van egy 45 perc a versenyig. Akkor először fölmegyek a szabad edzése, letelik 15 perc, oppá, már lehet regisztrálni, regisztrálok, és akkor fönt maradok ugyanúgy a gyakorló szerveren, és nem jelzi, hogy idő van, parasz gyerek, idő van. Nem jelez. Nekem kell kitalálni. Nekem kell figyelni, és hát így van, időzítő kellene, vagy ébresztő, hogy valami ilyes. Már megy az időmérő amúgy. Ja. Ma alig teltek 2 perc, jó ez? Legerősebb split. Hadd szóljon. Huszonegy fokos a pálya? Bazd meg! Persze, dép.
Hát de anyádat! Atya úristen. Nem értem, hogy mi a szart kéne csinálnom, Walker. Hát ez gyerekek, nincs tapadás. Ilyet még nem nagyon éreztem. Mármint, hogy ezen a pályán jóta egyek azóta érzem ezt, hogy egyszerűen így... Atya úristen, nincs tapadás. 27-2-t ment a fickó Mercedes-szel. Hú, baszki. Ez ügyes volt. Amit majd megnézzük versenyen. Semmit nem lehet állítani, csak a fékerő elosztást. Atya, Úr, Isten. Ez bitang. Amúgy lehet, hogy a melegebb pályán jobban működne az autó, és komolyan mondom. Képtelenség felmelegíteni a gumit, képtelenség. Hát mezőn közepe, 10. hely, nem olyan rossz ez igazából, tehát azért itt... Az ötödik helyezettig, tehát az a Felix Prost-Meyer 28-0-át pentett tőle, nem vagyunk nagyon elmaradva valójában. Mögöttem ott van Csongor, hát talán nem üt ki. Nem tudom, ki az a Csongor, tegnap óta nem tudom, hogy ő ki. A magyarok rejtett tartaléka. Hát, vegyük fel a rajtrácsa. És nagyon óvatosan itt az elején, baromi. Tehát az első kör az halál. Katasztrófa. Megforgás közeli állapotok uralkodnak, és remélem, hogy másnál is hasonlók dolgok vannak. Egyébként meg a Danila, az nagyon szép kör. 27-2. Nagyon-nagyon jó kör. Az nagyon. Mercedes-szel. Megmutatta, baszki. Megmutatta. Meg lehet csinálni. Ez ennyit jelent. Ez ennyit jelent. Semmi. Semmi több. Ez egy olyan verseny, ahol mindenki fix beállítással megy, igen. A 20 perces az mindig fix beállítás, a 40 perces meg egyedi. Húszkál, mint malac a jégen, igen. Így van. Mm.
lesz mit visszanézni. Thank you.
Az kurva jó. Előtt megint alak, bazd meg. Istenem. Nagyon jó. Hát köszi. Tényleg. Na hát ebből most mi lesz, bazd meg így. Hát elmegy a jó édesanyjába. Tegnap meg tök jó ment minden. Megint jó. Megint rossz. Hihetetlen. Hihetetlen. Mi az anyja úristene történik ilyenkor? Bazd meg, nincs kép! Nincs kép! Kurva jó. Gratulálok! Hát a kurva anyját azt! Mondom, gyorsan kinyomom ezt a szarkapsot, bazd meg! Ezt befeketedik nekem itt a kép! Jönnék vissza a tárcáról, a kurva anyját ennek a szar Windowsnak! De tényleg! Semmit nem láttam, bazd meg! De hogy ez mitől van? Ez mitől van, mióta ez a monitor van? Azóta egyszerűen ez fix nem monitor probléma, bazd meg! Mindig, mikor elindul ez a kurva játék, akkor jön ez elő. Üdös életbe! Le kell tárcáznom mindig a játékot, hogy elmenjen ez a feketeség. És bezártam mindent. Felvis a hádot. Olcsó, megúsztam ahhoz képest. De nincs meg a ritmus. Páncba bele. Mindjárt utolérjük amúgy Kongot. Hoppá, hoppá, hoppá. Thank you.
Thank you.
hetedik lettem. És ki tudja, mi lett volna azzal a te Rijkkal a harmadik helyzet, tehát ő nagyon belassult itt a végén. Nem végén, a... szerintem ő ütközött egy elég nagyot. Nagyon bosszantó ez, ami történt. Így elbukni megint, egy technikai malőr. Mi megint mindent be kell zárni, baszki. A böngészőm az megint nyitva van amúgy. Zárom befel az egészet. Most zárodj már be! Jó van, akkor majd bezárom. Na de mi volt itt a rajtnál? Azt a kurva! Na nézzük csak! Várja, ez kicsoda? Ja, ő volt a Danila. Aha. Innen nézzük. Igen. Ő volt az, aki fölöklel? Azt a megy már! Na jó! Az a Lamborghini az így... Ez mi volt? Gyerekek, ez konkrétan irreális féktár. Hát ez megérne egy reportot, nem? Ez csatúféket nyom a gyerek, bazd meg! Mert mire fel? Én mi volt a baja? Csatúféket nyomott a gyerek egyszer csak így hopp, kész. Indokolatlanul. Egyébként pluszoltunk szerintem mindenben. Ám, hogy szép szirétű, mert hiszem. Én nem tudom, mi volt neki a baja. Egy ekkora hülyeséget miért csinál valaki, hát az meg, szóval... Nem értem. Tehát már ez is mondjuk elég fura volt, hogy itt melegíti a gumikat. Miért ki csinál? Ott beszúr az Audi, oké, okay, igen. Tényleg azt, hogy indokolatlan. Gyerekek, ez mi? De ilyet ki csinál? Beleállsz a fékbe. Megvan a pozíció. Simán megvan a pozíciója. Így beleáll a fékbe, hát szóval... Hát ez... Szerintetek ezzel mit lehet csinálni ezzel a fickóval? Report? Én jól jöttem ki belőle, igen. Hát itt vagyok. Nézzétek meg. Már itt volt egy kis kontaktom, mert a fickó az... Jaj, te! Én itt ezt... Ez nem volt amúgy szép tőlem, sajnos. Ez csúnya volt. Itt ezt benéztem konkrétan. Tesszel! Hey! Hát ezt benéztem. Én azt hittem, hogy ezt a fickó sokkal hamarabb leelőzöm. Én úgy becsültem föl a helyzetet, hogy már elmentem mellette, és utólag döbbentem rá, hogy hopp, mégse, bocsánat. Ez a fickó meg itt előttem, mert ez mint a gumilabda a fart. Figyeld! Még itt kapott egyet tőlem is amúgy. De deszink miatt. Nem értem hozzá valójában. Most nézd meg. De egyértelműen látszódik a mozgásából, hogy hozzáértem a sázhoz. Jézusom! Bakker! Szegény gyerek! Kapta rendesen. De mi volt, amikor belassultam ott? Az, hogy nézett az ki? Mert én abból annyit láttam, én úgy ezt elterveztem előre, mondom, hol lesz itt a hosszú egyenes, főváltok, négyesbe, gyorsan letátszázok, és vissza fölhoztam a játékot, fekete kép, le kellett megint tátszázni, megint be a játékba, és hát bazd meg addig, na.
Tessék, ez történt. Nagyon eldobom. A végén amúgy jól csatáztunk. Megcsúsztam. Utolsó körnél. Hát lehetett volna talán jobban is csinálni ezt a támadást, de... Nagyon ragaszkodott a belső ívhez. Nem tudtam alá fordulni normálisan, basszus, pedig itt azért jó rámentem a kigyorsításra, de ez nem volt elegendő, ennél keményebben rá kellett volna menni a kigyorsításra. Nem láttam jól a srácot sajnos. Nyilván azért ilyenkor van egy harmadik, harmadik monitor. Látom jobb oldalt, mit csinál a fickó, mekkora sebessége, meg hol megy. Hát nagyon lassú volt egyébként. Szerintem szará volt törve az autója, vagy én nem tudom. Innen nem úgy tűnik, hogy szará van törve. Akkor csak lehet, hogy szimplán lassú volt. Jó, néhányszor a falnak hozzátett, falhoz érintette az autóját. Csongor. A magyar. Na. Hardware acceleration-t kapcsoljam ki. Igen. Na bakker, abból mi fog kisülni vajon? Sokkal kevesebb FPS-em lesz, figyeld meg. Mindjárt megnézzük, köszönöm a tippet. Erre gondoltál amúgy, Alex? Mikor írtad, hogy olvassak vissza? Amit most írt a Szili? Hát, ja, próbálgatni kell, igen. De tegnap például teljesen jó volt minden. Nézzük, be se zárja a böngésző. Tehát, hogy ez mi folyik itt, bakker? Jó, nekek. És eltűnök. Megkelek. Kelek most. Elgódjatok. Igen. Igen. Heat engine indít. Jó, meg vagyunk. És akkor erről volt szó, ugye? Bocsát. Update? Nincs update. Ezt kapcsoljam ki. Restart. Minimapot szedjem ki. De tegnap azzal jó volt végig. Kis térképpel. Teljesen jó működött minden. Teljesen. Hát meg az egy olyan jó kis plusz, nem? Tök jó. Egyelőre azt nem szedem ki. Ahhoz azért még úgy egyelőre ragaszkodom. Hát harmadik hely az lehet, hogy meg lett volna, mert az a harmadik helyzet az 30 másodpercet kapott az első második hely. Bazd meg, gyerekek! Az istálóját nem néztem meg a izét! Közben be kell regiszálni a versenyre. Nem mentettem el a replayt. Baszki! Nem mentettem el, ott volt a Mercedes-es srác, megnéztem volna, hogy hogy megy. Ó, én hülye marha! Mindig ezekkel a hülyeségekkel kell foglalkozni, baszki, az kizökkenek. Elfelejtem, nem hallom a gondolataimat már. Nem igaz. Mekkora baki. Nagyon sokat lehetett volna abból tanulni szerintem. Hogy ő hogyan ment. Ő nagyon gyors volt. Tényleg nem mentettem el? Nem mentettem el. Ez de hülye voltam. Nem jutott eszembe. Pistálóját bele. Addig megnyitom a kapcsot így. Mindjárt lesz szerver is remélhetőleg. Nem éri meg jobban a részlap? Nem.
Ez konstans fizetős. Mi értelme van annak? Meg figyelj, határon van azért ez a gép most már, a videókártya. És most már igencsak esedékes egy videókártya. Most lenne egy, mit tudom én, egy 3080, 480. Tudod, milyen problémák lennének? Semmi. Semmi, mert akkor a tartalék rejlik abba a videókártyába, hogy ez el se tűnne, hogy ilyen gondok itt vannak. Hogy eltűnik egyszer csak 10 FPS. Ki a francot érdekel? Hát nem? Most meg nyilván azért, mivel határon táncolunk, azért úgy utána megyünk a dolgoknak egyelőre, de hát azért a jövőben nem hiszem, hogy ilyen problémák lesznek, hogyha lesz egy jobb videókártya. Megint van egy magyar, István Tizáz. 6000-es high rating. Agyam eldobom. Audival megy sajnos. Van egy mert, ja, az én vagyok. Hát nem tudom, remélhetőleg lesznek mercisek. Az az igazi, igazából. Jó nagy hülyeséget csináltam most amúgy. Nagyon nagy hülyeség volt ez. Ekkorát hibázni. El kellett volna menteni a visszajátszás, és akkor akár ezután visszanézi. Kácsnak a körei, de bízunk benne, azért hosszú a mai nap. Talán még találkozunk Mercedes-essel. Vagy ezzel a Danilával. Ilyen kevés iratinggel rendelkezett, és milyen gyors volt a pickó. Mi? Ugye? Érezte azt a kocsit? Nagyon érezte. Tényleg ezzel a Mercedes-szel úgy kell menni, bár nem tudom többivel mi a helyzet, valószínűleg ott is van ilyen, csak itt ezt a mérhetetlen nagy túlkormányzottságot annyira el kell sajátítani, hogy hogyan fékezel. Mikor meleg a gumi? Mikor lehet nyomni neki? Hogy mire, hogy reagál az autó? Ezeket kell igazából megtanulni nagyon. Üzemanyagot közben lejjebb vesszük. 10 literre. Visszük, így. Egyébként versenyen is, bakker, kell egy 4-5 körül, hogy normálisan tapadjon az autó. Komolyan. Mennyire durva, nem? Na most itt mi van? Nézzük csak meg. Mi van? 80 FPS-en van. Mi van, ször? Hívazd meg, hát mi lesz itt ebből te? Hát remélem ez csak valami vicc. Gyerekek? De megint mibe van a felbontás, nézd meg! Mi ez a felbontás? Figyeljetek, szerintem én restartolom a játékot. Valami nem oké. Egyértelmű. Itt a felbontás az nekem mi a szarér áll át erre? Csatlakozz vissza nagyon gyorsan, légy szíves. Ez az. Jó van. Érdekes, hogy mostanában viszont nem gondolkodik a játék, mikor lecsatlakozom a szerverről, egyből vissza tudok venni. Eddig meg volt egy ilyen gondolkodási idő. Hát most körülbelül így az időben az első 3 percét bukjuk, de utolsó 5 perc nekünk elegendő szerintem pont. Meg inkább legyen egy rosszabb rajtpozíció, mint egy laggoló verseny, mert az tényleg annyira haszontalan az egész, hát most... Ja, így van. Ennyi. Összelogikáztam ezt jól, ugye? Igen. Hát, gere! Nem tudom. Figyelj, tegnap a Hardware Acceleration-nel flottul ment minden. Az adás első 3 órájában voltak problémák, utána viszont megszűnt. Mi kellett hozzá? Nem tudom.
lejjebb vettük a játékot, optimalizáltuk a grafikai beállításokat, jó minden. Tényleg, tökre kellemes volt, stabil volt minden mezőnyben, időmérős körülmények között is. Most megint visszatértek ezek a kis laggolós dolgok. Ha most is gáz van, akkor restart. Épp restart. Most arra már nem is volt idő, hogy restartoljak, úgyhogy... Ja, na, jó van gyereke. Jó lesz azért ez. Igazam? Az meg, ez kezd meglazulni, megint a pedáltartó. Szét fog esni. Meg kell húznom. Na kérem szépen, húzzunk bele villám gyorsan. Valami nagyon nem jó. Most laggolok. Visszaraktam ezt a hardware gyorsítást. Most megint jó. Most jó, egyből jó. Hát hogy... Ki a csendőr? GT4 az nagyon jó, igen. Aha. Az nagyon jó Andris szerintem. Én azt nagyon szerettem. Thank you.
10 meg lehetett volna, bazd meg. Üdös istálóját, gyerekek! Így megcsúszni! Azt éreztem, hogy meg lehet csinálni. Tévedtem. Istenem. Nem baj, legalább valami lett azért. Pancba. Na jó, hát tankoljuk meg magunkat, aztán irány darány. Huszonhatos kört hogy mennek? Hát egyedi beállítása mennek, meg nem tudom. Lehet, hogy ezen a pályán tényleg jobban kijön az autók közti különbség. Talán, vagy fene tudja. Fene tudja. Ennyire érzik a pályát, egyben autójukat. Hát lehet menni 26-os kört. Előbb azért bemutatta nekem a Mercedes-es fickó. Sajnos. És nem mentettem el, ekkora marha voltam. Azt el kellett volna mentenem a visszajátszás, és akkor meg lehetett volna nézni, hogy ő hogyan bűvészkedett a Mercedes-szel. Na! Jöjjön a verseny! Hát remélem, hogy most nem lesz problémák a versenyen. 10 perc elteltével, ha lesz, hát akkor nem tudom, mit fogunk csinálni. Akkor baj van. Akkor anyázni fogok csúnyán. Úgyhogy vigyázz, kész tűz rajt. Hát 20 liter elegendő itt majd. Tankolásra, azt hiszem 20 liter elegendő szokott lenni, ugye? Ajaj, hát úgy nagyjából, ja. Csak ennél jobban ne sérüljön az autónk. Soha rosszabb rajtot. Baszki, 8 pozíciót javítottunk, gyerekek. Úgy tudált.
Hú, az Audi bontja magát rendesen. Ha jól hallom. Hátvédek, amúgy jó lesz ő nekünk szerintem. Csinálok, bazd meg! De butaság! Kurva visába! Nagyon szépen köszönöm neked a 10. hónapot. Szervusz. Köszi szépen. Ha-ha! Itt is van a lak. De jó! Ez az. Így van. És egyszer csak elfogy az FPS, bazd meg. Kész. Level 80-90-re. És kész. Ez azt jelenti, hogy meghaltunk. Kurva jó. Ezt megint ti okozza. Gyönyörű. Akkor jön a géprestart. Hurrá. Kurva jó. Hiába állítgatjuk itt ezt a kurva játékot. Hiába. Bekapcsoltam ezt az NVIDIA-s erőforrás figyelőt, ha gondoljátok, akkor figyeljetek, én nem tudom nézni. Ha valakinek van kedve ezzel szórakozni, akkor nézze rá. Kész.
ezt kikapcsolom, mert most így rosszabb, mint volt. Na hát fél órán keresztül aggódjak végig, bazd meg, nagyon jó lesz. Örvendek. Hát, hogy inkább a teljes időmérőt be kell volna áldozzon. Inkább dobni egy gépre startot. Mindegy, követtem a srácot. Jó referencia pont lett. Folyamatosan aztán. Ennyi. Megoldódik fixen, nem fog. A 7. hely viszont nem rossz. Azért nem kéne elutasítani. Most megjavult például, most megint elmegy. Váltakozik össze-vissza. Most ha megint kikapcsolnám a kapcsot, jó lenne minden. Max a box kiállásnál tudom bezárni a kapcsot, mert az a legbiztonságosabb. Az is lehet, mindjárt bejövök a boxba, aztán ilyen előre hozott tankolást kínálok. Az nem rossz ötlet, ugye? Ja, így van, Soladin. Hát 32 GB memóriában. Ha az elfogy, akkor... Az csúnya lenne. A kör végén bejövök a boxba szerintem, vagy még egy kört várok. Beállítom normálisan üzemanyag mennyiséget. Annyi, hogy futam végéig, nem látjuk az eredményt. A relatív időt fogom én látni. Hát majd mondom úgyis, hogy mi van. Majd másfél környi tartalékunk lesz üzemanyagban. Kör vége box. Ez itt nagyobb baleset veszélyes. És lehet-e menni még itt a srác? Hát nem tudom, srácok most. Aztán lehet, hogy olyan helyre jövök vissza majd a pályára, ahol... mi menjek még a fickóval? Ameddig itt bírok menni? Lehet azt kéne csinálni, és akkor mondjuk egy... mert olyan 10 perc múlva fog kijönni majd a boxba. Körülbelül. Akkor fog elfogyni. Őrülten nagyobb a tempókok én, tehát ő is ugyanolyan lassú, mint én. Őt akár egy alávágással is meg lehet majd fingatni. Tehát, hogy azért minden rosszban van valami jó. Ja, menjünk még vele egy kicsit. Még bírom tartani ezt, csak ezek ilyen haszontalan körök. Semmit nem tanulok belőle. Aj, de lehibázzál, haver, mert kénytelen leszek megelőzni! Nem besoroltam.
Melegedés nem lehet probléma. Tegnap jó ment minden. Tegnap ugyanígy kezdte az egész napot. Kurvára kijönni. Se koncentráció, se semmi. Jó minden. Most viszont menni kell, mint a kurva élet. Csak egy hetedikkel meg lehet.
Elég gyorsak vagyunk, fönn fog tartani az előttem lévő. De korrekt. Ez egy okos fickó. Jó csinálja. Vagy ez volt a számára az ideális, vagy az, hogy elenged. És követ, megpróbál követni.
megpróbál szilárdékozni velem. Vagy valami ilyesmi. Bármennyire is furán hangzik ez így. Mindjárt kiderül, hogy ez az alávágás, ez mire is lesz jó tulajdonképpen. Itt a tizedikek vagyunk. Ami jó. Autó légellenállása nem a legjobb jelenleg. Farka szemet tészte azzal a kis csücsökkel. Hú, bázzák, mondom, ezt elcsípjük. Hát nem. Istenekem. Displayportot használok. Volt a közvetlen riválisunk, még mielőtt kijöttem a boxba, hogy hívták ezt a fickót? Az a baj, fogalmam nincs, hogy hol állunk a versenyre. Mindjárt megpróbálom megnézni itt a Black Box-oknál. Három perc van vissza. Akkor most jön neki a boxba ezek szerintem. Boxolnak. Hú, bazd meg, nagyon sokan boxolnak. Nyolcadikak vagyunk? Az ez a Günther volt mögöttem, ugye? Hú, na mindegy, nyomjuk, bazd meg. Aha, Günther, oké. Okay. Akkor alá vágtunk sikeresen. Ennyi. Most gondolom néz ki a fejéből a fickó, hogy Úristen! Ez mi? Úristen! Report! Csaló!
az vagyok is. Nyomjuk, lassú vagyok. 7/10-es tartalékunk van. Jót megyünk, 3 szek az előny. Jót megyünk, gyerekek. Minden fasza. Üzemanyag remélhetőleg bírja, ugye? Te várjatok amúgy, én a krúcsifet már még el sem indítottam. Most itt eszembe. Föl se tűnt, hogy a kis Jim nem magyaráz a fejembe. Hát elbeszélgettek én itt magamban amúgy. Tehát akkor ez egy 6. hely. Ami nagyon jó. Ami nagyon jó. Ami azt jelenti, hogy... nem tudom, mit jelent. Jobb pozíció, hogyha mit ott... 10-et? Azt sem tudom, honnan rajtoltam. Figyeljetek, szépen kocsikázgassunk. Az a baj, hogy mivel ez verseny, nagyon nem érdemes nyomni. Bármint, hogy kísérletezni. Max egy-két apróságot meg lehet nézni, amiben nincs nagy kockázat. De hát csalóka, mert ez az autó sérül sajnos. Azért nem akar rotálni ez a tettes autó. Szia, Lacika! A 2-es-3-as fokozatot nagyon jó kell időzíteni, mert az egyik jobban lassít, mint a másik. Nem jók az időzítések.
Na gyerekek, micsoda kört raktunk össze egy ilyen szétesőben lévő autóval. Óriási. Bázz meg, majdnem 27-es kör, az istálóját bele! Óriási! Honnan jött ez a kör? Ez az! Nagyon jó! Bemelegedett az autó. Laci, örülök, hogy végig versenyben vagyok. Óriási lagok voltak eddig. Boxkiállásra ki kell gyomni a hadot. Ne legyen lag. Azóta jó minden. Az meg itt a verseny végére, gyerekek, igen fölébredt a Verda. Hogy elvertük azt a Porsche-t, bazd meg? Azt a kurva! Ha lassan 10 másodperces előnyöm lesz! Mit megyünk itt a verseny végén? Ajjajjaj! Hát már vissza kell fogjam magam. Óriási! Hát ezt most igen élvezem. Ez igen. Bár, hogy nem látom, hogy a többiek mit vennek. De majd azért visszanézünk.
elkezdtem nagyon odafigyelni a gázadásra, hogyan adom a gázt. És ott azzal már lehet gyorsulni elég sokat. Pont amin tegnap beszéltem. A lendület megtartás. Mint Monzába. Ugyebár. És van, mit tudom én, 6 kanyar, most csak mondtam valamit, és az alatt a 6 kanyar alatt, bazd meg, olyan lendületet kell megtartani, hogy még nem érsz oda arra a pályára, még nem mész azon a pályán, nem jössz el. Jó, itt az a verseny vége már nem nagyon érdekel. Örülök. Ez jó, jó volt ez most. És tört autóval, bazd meg! Sérült autóval, gyerekek! Hát mekkora a csattanásunk volt? Jól mondom? Hullahopp karika! Ez az! Jó van! Úgy van? Ezzel a versen hányszor vettük már le úgy a falat, hogy befejezett a rendszer, hogy kontaktul. Így kell, ez a meta. Úgy elvertük azt a Porsét. Hujj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 
Ezután dobok egy restartot, egy gép restartot, és akkor utána lesz majd a következő verseny már jelző. Szerintem itt a... Most hülyeséget fogok mondani. Ez első utolsó kör ez? Vagy mi van? Még ezen kívül van még egy kör? De most még egy kör, bazd meg! Na mindegy, már talán tudok beszélni. Szerintem az a probléma, hogy amikor ugye hajnalok hajnalán én bekapcsolom ezt a gépet, aztán ilyen 2012 körül a másik gépet, indul a stream, és valahogy máshogy áll föl a rendszer, így. Lényegében először úgy kéne indítani, hogy először a streamer gépet, utána pedig a gamert. Ezért fog kelleni a restart. Valamit meg van kutyulódva. Bármennyire is hülyé, meg nagyon furán hangzik. Ennyi. Igazából szerintem. Egyébként elég fura volt most egy kicsit így vezetni, mert a verseny előtt pont meghúztam a pedáltartót. Mert kurvára nem abba a pózba sikerült meghúzni, amiben eddig mentem, úgyhogy... De kicsit azért érzem most a virgásaim. Hát de nem baj, gyereke. Alkalmazkodó képesség a tetőfokára ág, lassan. Hú, de elalibiztem itt a végét. Nem baj, hát most tök mindegy, hogy mennyi, hány másodpercen vagyunk hatodikak. Kurvára mindegy. Mentem azért mentem, hogy bármi történt ugye, hogy lehessen. Valaki csattan egyet és a többi. De hát valószínűleg már nem fogra csattani az utolsó egy-két körbe. Láttam egyébként, amikor amit írtál, DNC, hát nem tudom, hát nem tudom elképzelni, hogy amit írtál, hogy 120 Hz-et tudna ez, de nem jó, nem helytálló ez egyrészt. Hát egy ilyen monitor, ne vicceljünk, hát azért az, hogy néz már ki. Ezzel a DisplayPorttal csak ennyit tudok. És akkor ott annál a cikknél ez van leírva, hogy ez a ehhez a monitorhoz olyan kábelt adnak, ami 120 Hz-et tud csak közvetíteni. De figyelj! Most mindjárt kilépek és látni, figyeld az FPS-be. BNC, gyanítom, Bence vagy te is. És
Nézd, látod? 138. 140. Nincsen lock valójában. Látod? Ori. Mi történt. De visszanézzük akkor a versenyt. Egész jó volt a... bassza meg. Menj már! Itt a visszajátszásban rohadtul nem is az történik, ami a való életben volt. Itt a Porsche nekem szinte egy helybe állt. Azért volt a koccanásom. Itt be is horpadtunk rendesen. Hát itt azért 100 km per óránál volt egy koccanás. Amúgy jó kikerültük szerintem. Teljesen, ennél jobban nem is lehetett volna kikerülni, mert a baloldali Audi az szinte állóra fékezte. Ő nagyon óvatoskodott. Ez volt a legjobb. Jó, ez így. Nem a kábel, hanem a port. Display port, ennyit tud. De miért? Hogy? Van egy 240 Hz-et tudó? Vagy hogy mondjam ezt szépen? Milyen lehet ezt szépen mondani? Tehát 240 Hz-et tud a monitor. És olyan portot gyártanak hozzá, ami 120 Hz-et tud. Hogy mi? Ebben mi a logika? Hát hogy azért... Ezért furcsálom ezt. Ja, hogy értele, 4K-ban tud 120-at. Kettőkában tud 240 Hz-et. Akkor miért van ilyen beállítási lehetőség Windows-ban, meg a vezérlőpultban, hogy 4K 240 Hz? DisplayPort az tévéhez van. HDMI van PC-hez. HDMI van a tévéhez akkor? A Windows nem tudja, hogy milyen porton van. Aha. De tegnap néztük ezt egyébként, játékon belül levettem 2K-ra, Full HD-ra, az FPS ugyanannyi volt. Körülbelül. Monitor portja a gond, igen. És akkor erre mi a megoldás? HDMI 2.1 a megoldás. Tehát HDMI 2.1-es kábel és 4K 240 Hz. Aha. Az agyam eldobom. Érdekes dolog. Hát köszönj, hogy ennek így utána kerestél. Teljesen mindegy, hogy most ez jó info vagy nem jó info. A gesztust azt mindenféleképpen nagyra értékelem. Most tényleg itt ír 500 FPS is olykor. 130-140, ez mitől van akkor? Most is 140. És be van kapcsolva a szinkronizáció, a G-Sync.
Mondjuk az FPS ez nem befolyásolja. De hát ha a G-Sync-be van kapcsolva, akkor úgy szinkronizálja össze az egészet, nem? Vagy ez valami meg az FPS szinkronizációval kapcsolatos ez a G-Sync, vagy milyen üdös élet. Nagyon eldobom. Jaj, aha. Igen, tehát hogyha 48 FPS-en van, akkor 48 Hz-en fog menni arra a kis időre. Aha. Igen, oké. Óriási. De Windows, de most írták Bence, hogy Windows meg a vezérlőpult azt nem érzékel, nem látja ezeket a dolgokat. Ha mindegy, közben lépjünk ki a francba. Mindegy, kell egy gyors start. Várja, itt van olyan dolog. Mindegy, mentsük el. Kell azért. Nem tudom, hogy itt milyen eredmények születtek. Mindjárt gyors. Viszont tekintünk erre a versenyre. Hoppá! Na, az ő körét visszanézzük majd. Jan Konovalov, Mercedes Szement. Mondjuk itt volt egyedi beállítás. De nem baj, azért megnézzük majd. 27-1-es körét. Az volt a legjobb köre versenyen. Mi már csak miatta érdemes megnézni. Amúgy óriási plusz volt ez a verseny. Üdös, bazi nagy előrelépés volt nekünk ez a verseny. Na! Közben pörög a restart, és akkor tegnap valójában ez segített. Ettől állt helyre minden. Ez nagyon érdekes dolog ez. Bence, azt megtennéd, hogy elküldöd nekem Discordon ezt a linket, amit találtál erről? Légy oly kedves! Viszont ez, hogyha így van, baszki, hát pedig akkor valószínű így van, akkor ez tehát hogy miért nem mellékelnek hozzá egy HDMI kábelt? Ami tudja, ami a maximális teljesítményt tudja a monitornak. Hát még neked kell külön venni hozzá. Egy hiper super HDMI kábelt. Hát mi a lószar? Miért az iPhone-okhoz nem adnak töltőt? Külön venni kell hozzá? Komolyan? A Samsung telefonokhoz. Mi? Ne vicceljetek már. Ez miért jó? Miért jó, hogy külön kell... Tehát, hogy ez arra jó, hogy idegesítsék a vásárlót? Ez arra jó. Hát ez mi másra jó? Ez hogy ideges, hogy a képet beröhögjenek. Fixen arra jó. Más értelmét nem látom én. Ja, természetvédelem. Ja jó, így akkor meg van bocsájtva az egész, persze. Jó. A manapság az trendi dolog. Valaki ezt kimondja, akkor kész. Meg van bocsájtva minden. Jó, oké, ezt nem tudtam, hát így akkor meg van bocsájtva minden. Környezetudatosság. Ennyi, mondom, skacok. Nem kell túragozni, kész. Érthető. Nem így van? Ezt az egy DisplayPort kábelt kaptam hozzá, persze. Hogy de? Aha. Igen. Hát ez beszarás.
És akkor még külön megkérdezik, hogy szóval ez... Külön megkérdezik, hogy uram, telefon, te töltőt szerette a telefonjához? Nem, bazd meg, nem. Majd nézegetem, miután nem erült. Hát beérem én már látványán való, hogy ott van, és kész. Nem kell működnie. Jó, az úgy. És a hiper 280 IQ-val rendelkezők meg hátradőlve fogják a fejüket. De hát ez ugye nem mindenkinek van ez ugye, mert ugye, tehát azért úgy van, akinek már van 3 töltője otthon. 10-ből 1-nek. Vagy 100-ból 1-nek körülbelül. Nem? Szóval, komolyan ilyen dolgokról beszélgetünk. Ezen amúgy tényleg, tehát hogy így... Én azt mondom, mosolyogjunk egy jót, menjünk tovább szépen. Amikor arra kerül a sor, hogy... Pörgesd föl magad, ez kérdezik tőlünk, hogy a 400 ezer forintos telefonodhoz kérsz-e telefontöltőt, akkor mosolyogjunk ugyanúgy. Vagy nevessünk. Mondjuk azt, hogy... Hát amit óhajtunk. Ami éppen kell. Igen vagy nem. Nem, hogy úgy működne a dolog, hogy megkérdezik, hogy a környezetudatosság miatt van esetleg már önnek otthon töltője? De hát nyilván ugye ők meg erre azt mondják, hogy de hát mindenki azt mondaná, hogy nincs, mert ingyen jönne a töltő, elraknák a fiókba, mert hogy jó lesz majd valamikor. Istenem, aj, ez mekkora... Úr, és komolyan! Azt, hogy nyugtassatok meg, hogy egyetértünk 100%-ig. Tényleg, kurvára nem értem, hogy ez mi ehhez? Ki a szar? Én ezeket nem tudtam. Tényleg nem tudtam ezeket, baszki. Hát ez mély ütés. Köszi, Bence. Köszi. Nagyon jó. Köszönöm. Radio check. Na! Radio check! Figyeljétek meg, most a géprestart után minden okés lesz. Mivel fogadunk? Tafu, nagyon szépen köszönöm neked az 1 évet. Szervusz! Kákán, köszönöm szépen. Hol volt az, amikor még tokot is kaptunk hozzá? Mondjuk én a tokokat nagyon rühellem. Betiltanám az összeset a francba. Az is mekkora pazarlás. Könyörgöm, vigyázzunk már a telefonokra, bazd meg. Tok áradat van. Hát már mindenki tokkal használja a telefonját. Hát nem igaz, hogy képtelenek vagyunk vigyázni a telefonunkra. Most őszintén. Értem én, hogy vannak olyan melósok, akik... helyen dolgoznak, hogy... Itt ütik, vágják a telefont. Hát akkor mit tudom, vegyen melós telefont. Ami ütésálló, vagy bármi ilyesmi. Én belerakom a zsebembe, az kész. Hát figyelj, amikor megveszed egy kurva drága, egy méregdrága telefont, ami gyönyörű szépen egybe van, gyönyörű élek, vonások, gyönyörű az egész. Nemhogy még bazd meg, ráhúzok egy tokot, ami elveszi az éleit, a szépségét, atya világ. Úgy utálom a tokokat, hogy azt elmondani nem tudom. Nagyon minimális rétegnek hasznos valójában a tok, telefontok, nem? Én úgy gondolom legalább. Semmi értelmét nem látom. Hát mondom, minimális rétegnek hasznos ez csak valójában. Ez olyan, mintha megveszel egy telefont, és akkor be van még csomagolva, bazd meg. Ilyen fólia, meg olyan fólia, meg ilyen tok, meg olyan tok. Hát nem azért veszed, hogy használd, hogy élvezd. Ilyen hülyeség ez. Na, hogy majd, amikor eladom, akkor többet fog érni, mert nulla karc. Ki a szart érdekel? Vigyázz rá, az kész. Ilyen egyszerű. Hát az ki, vigyázzunk rá, az ennyi. Én vigyázok a cipőmre, mindenemre vigyázok. Hát tudok vigyázni rá. Jó, mondjuk útkor a hülye kurva úgy rátolt a babakocsit a cipőmre, hogy azt hittem lerúgom, baszki. És akkor még mondtam neki, hogy mondom, hello! Nő meg még ordít! Mondom, ne ordítsál, bassz meg!
leader has just done a 30.16. Ó, pipa voltam. Zsíru Jordan! Nem. Egy szép bakancs. Márkát nem mondok. Félmillió, vagyis hogy... Nem, márkát nem mondok. De meg nem, most itt az érték a lényeg. Maga a gesztus. Hát az menjen az... Hú... Mit képzel? Ott neki kicsit azért úgy erélyesebben nyilván, bal kell, ez olyan, mint amikor... Nem is, majdnem elgázolnak. Hát nem fogsz füligérő szájjal kezet fogni a pilótával, aki majdnem halálra gázol, hogy ugye, uram, legyen szíves legközelebb, tessék jobban figyelni. Hát nem azért úgy keményebben, hogy azért hát hölgyem. Hát azért... Maga látta, hogy mi történt? Csak beszélget tovább, meg mondja magáét. Na mondom, öreg. Itt sem vagyok viszontlátásra. Akkor most bontsam le a garást itthon? Miért, Trim? Jaj, miért? De mi az, hogy telefont vannak, akinek vannak milliói havonta új telóra, összetörik annak feleséget? De hogyan tud összetörni egy telefon? Hát bazd meg, egy kurva nagy érték. Az a telefon, manapság egy okos telefon, 100 alatt nem is kapsz normális telefont. Szinte. Hát ez micsoda érték? Vigyázzon rá, nem? Hát csak megnézed, hogy melyik zsebedbe rakod, a zsebedbe rakod, vagy mellé. Nem nézik már meg? Lehet, hogy nem nézik már meg. Jó, nem mondom, én is jártam így sajnos, olyan pipa voltam utána, mint az atom, hogy tényleg letettem, felelőtlen voltam, pedig tényleg mindig szoktam ezekre figyelni. Letettem valahova a telefont, lesöpörtem az asztalról. Hú, mondom. És akkor meg föl, az egyik sarka lepattant. Olcsó megúsztam, csak azért mégis, hogy az meg lehetett volna nagyobba is. Rengetegen csak dísztokot használnak, mert nekik úgy tetszik. Jó van, gratulálok neki, tényleg. Nem tudok vele azonosulni, egy kicsikét se. Előző iPhone-odat a harmadik emeletről ejtetted le a gangra, majdnem agyonütött egy nénit. Jézusom! Jézus Mária, miért akartad kinyírni? Lejtetted. Aha. Há, mi? Cicás van neked? Mi? Júj. Utána járok majd egyébként, visszakanyarodva a monitoros dologra, utána járok majd ennek jobban. Nagyon hasznos, köszönöm tényleg, nagyon hálás vagyok. Óriási. Az nem véletlen volt, persze. Andris, gyilkos az Andris. Andris, mik derülnek ki rólad? Azta. Látod? Asszony a közös tok. Most amúgy sok embernek beszóltam, ugye? Tudom, mindenki hordtokot használt, nagyon-nagyon sok ember használt okot. Tehát olyan emberrel alig találkozni, aki nem használt okot. Mert az meg tok, kész, kell. Védem. De mitől? Magadtól véded a telefont? Hülye vagy? Nem igaz. Ne védd már, saját magadtól félted a telefonod, azért vetted. Ne vedd meg! És akkor rettegésbe ész, baszki, ott a tok. Hihetetlen. A betontól véded. De miért esik le a betonra? Azért, mert béna vagy? Magadtól véded? Hihetetlen! Zsebkarc, az igaz mondjuk, van ilyen tényleg. Igen, igen, amikor mondjuk a zsebedbe csúszkálódik. Jó, ja, igaz. Igen. Meg a majomtól, aki a 4-es 6-oson kiveri a kezedből. Nem telefonozni kell! Hanem könyvet olvasni! Avi! Úristen, szégyen magad! Hát ezt figyelj meg, rá is szolgált IT óra, azt kell mondjam. Csalódás vagy. Nincs. Ennyi. Meg amúgy is mit 4-es 6-osozol? Rollerrel szoktál járni. Hajnalban részegen magamtól is kell. Uram, atyám.
most, a skacok most hány emberrel lett, került el nagyon rossz viszonyba? Mindenki van, összesen. Hát... Látjátok. Kicsit menstruálok, bevallom őszintén. The track temperature is decreasing. It's now 20 Celsius. Így a kocsit keverni az istálóját, így van. Ennyi, meg van oldva. Így van. Találkozunk még GT3-ban. Ennyi. Így van. Tudom én. Esztétikai szem... Na most jön a nagyon kultúrát leoltás, visszaoltás. Mit értek? Szóval, nem olvastam el végig, de biztos, hogy az lesz. Esztétikai szempontból igazad van. Veszel egy üveg hátlapos szép telefont, és kibontáskor látod először és utoljára. A tok ronda, de karc. A sarkára eshet. Ha tok van rajta, jobban leszarhatom. Ez csak egy használati tárgy. Működjön és ne törjön össze, és a kettő között van összefüggés. Ennyi. Igazad van? Igazad van. De én a mai napig, mikor kezembe fogom a 2-3 éves telefont,